Sziasztok, Nem vagyok, és arra gondoltam, hogy ma beszéljünk ismét órákról, hozzá a búvárórás videó egyik konklúziójaként vettem egy sportórát, egy búvárórát méghozzá az Orient-től. Gyertek velem, ezt fogjuk megnézni ma. Itt is van már a kezemen a csodálatos óra, de ezt mindjárt meg is fogjuk nézni közelebbről. Viszont előbb a cég történetéről egy kicsit. Ugye az Orient jelenleg a Seiko Groupnak a tulajdona, vagy hívják őket bárhogy, de szerintem Seiko Epsonnak hívják egyébként a magát a cég törlést, és ennek az egyik ilyen alvállalata, mondhatni leányvállalata az Orient, de nem volt ez mindig így. Ugye az Orientnek a gyökerei egészen a század előre, mert mint hogy az 1900-as évek elejére vezetnek vissza, ahol is óra kereskedésként indult az egész, aztán elkezdtek óra tokokat gyártani, és a szerkezetet raktak bele, és akkor jött a második világháború, és, és, így volt, amikor jól ment az üzlet, volt, amikor nem ment jól az üzlet, és, és megalapították végül is 1950-ben az Orient Watch Company, -t. hát itt azért ugrottunk egy diszkrét 50-est, de hogy ettől a dátumtól adatoljuk azt, hogy létezik az Orient, mint márka, és nekik egy csomóféle dolguk van, és ugye ahogy mondtam, ugye ők is zsebóra gyártással kezdték, mint ugye mindenki más. És a Seiko Grouphoz pedig 2001-ben került a cég, tehát hogy 50 éves története után. Először részben, aztán a 2000-es évek vége felé, de 2009-ben olvadtak be szinte teljesen. Ez azt jelenti, hogy egyébként megtartották magát a márkát, meg elvileg megtartották magukat az üzemet, de hogy a, a cégnek minden tudása, licensze, egyedi dolgai, ezek mind átszálltak a, az anyacégre, de ettől függetlenül a mai napig teljesen különállóan működnek, tehát nem Seiko szerkezetek vannak az orientekben, hanem seiko hasonló szerkezetek vannak egyébként, de hogy elvileg a saját fejlesztésű verkekkel működnek az órák. És itt a szépség, amivel már a készültem, ez egy Orient Mako 2, de egy kicsit akkor a márkának a történetére, vagy hát legalábbis ennek a, nem is tudom, termék csoportnak, termék a, a, történetére. Az első Orient Méko, ami egyébként nem ezen a néven jelent meg, csak így nevezték el, ilyen borzalmasan FEM 6502DW volt a neve, hát milyen hangzatos és könnyen megjegyezhető név, amikor először megjelent 2004-ben, és így ragasztották rá a nevet a rajongók, ahogy egyébként például a Seiko-nál szokás, hogy így neveznek dolgokat, meg ugye ilyesmi. Ennek volt egy módosított változata, a 2010-ben megjelent réj, amivel még mindig egyébként csak a számlap eltérés, meg minden, de, tehát a számlapja volt egy kicsit más, meg a funkciógyűrűje, a lumettája, de egyébként ugyanúgy e, dupla koronás volt. Ezen változtattak egy kicsit, volt 2014-ben, tehát most megint egy diszkét négy évet ugrottunk, az Orient USA-nek, tehát hogy az amerikai leányvállalatnak egy kérdőíve redditen, hogy így a tíz éves évfordulóra, mert hogy 10 éve létezett akkor a Méko, hogy mi az, amit változtatnának az órán. És akkor egy csomó-csomó visszajelzés érkezett, hogy ezt csinálnak meg azt csinálnak, meg mindent, és en, erre rá egy évre érkezett 2015-ben az Orient Méko XL, ami csak az amerikai piacra jelent meg. Más lett a számlapja, a festésről, tehát maga a fluoreszkáló anyag sokkal erősebb lett, pont ezért kicsit megváltoztatták, hogy másra a számlap hogy jobban felelősen a festén, nagyobbak voltak a, a festési felületek, tehát így, ha szabad szemben nézlak, akkor nyilván a fehér felületek. Ha már fehér, készült egy fehér számlapos verzió is a szokásos fekete-kék mellé, kapott egy fehéret, zafírra szerelték. És, és, egy kicsit nagyobb is lett, ez volt az amerikai verzió. 2016-ban pedig frissítettek az egészen egyet, akkor jelent meg a Méko és a Ray 2, és ez ebbe a szériába tartozik, és ezért nem tudom pontosan, hogy ezt minek is nevezze. Ugyanis ez igazából egy mékó, de a lünettája az egy ray-ről van, úgyhogy ez egy kicsit hibrid, de ezért tetszik nagyon, mert hogy ezért nagyon egyedi ez az óra, úgyhogy nagyon örülök, hogy tudtam szerezni egy ilyet, ami így teljesen egyedi, ilyen nem fog szembe jönni. Több órás van, nyilván angolokban megkaptam a dicset, hogy ú, hogy ez milyen jó, és hogy ilyet lehet-e venni, vagy hogy ez csak egy ilyen egyedi, és ott ez, ez, két órának igazából a házasítása, vagy hát egyébként egy funkciógyűrű csere folyamán jött létre, na de megjelent ugye a Méko 2, meg a Ré 2, és az azzal járt, hogy egyrészt frissítették a benne lévő verket, mert a korábbi verk az nem volt kézzel húzható, csak automata volt, nem volt másodperc stoppos, úgyhogy ezt is beletették, ez is valahol a, valahol a tehát hogy a, a kutatásnak volt az eredménye és még ugyanebben az évben megjelent a, a USA verzióból is a második, tehát hogy így gyakorlatilag egy éven belül kapott gyakorlatilag két frissítést az amerikai piac, tehát kapott egyet az amerikai piac, meg egy évre rá kapott egy frissítést, ugyanaz a, dolog. A frissítés az ugye abból állt, hogy sajnos egyébként a Zafir az nem, az, a, a, világon mindenhol kapható verziókban nem jelent meg, az amerikai verzióban úgy tudom, hogy igen. Frissítettek a verken, eltüntették a koronát, a második koronát, így most csak egy, egyetlen egy koronás a maga a szerkezet, és körülbelül ennyi volt a, a, nagyon a nagy változások, viszont ez tök jó volt, mert modernizálták magát a szerkezetet, ami benne volt az órában. És hogy elérkezzünk a napjainkig, 2018-ban pedig megjelent a Mako 3, ami ehhez képest igazából túl nagy újdonságot nem tartalmaz, csak annyit, hogy a világon mindenhol a Mako 3-okat zafír kristálya szereli, mint olyan egyébként a, ez, a, ez a széria sze, szerencsére csak fém szíja kapható, van belőle ugye ez a sima verzió, van belőle ugye, tehát a fekete, a kék, és van ugye a persze színű verzió, és ugye az amerikai piacra megjelent a fehér számlapos verzió, és az mondjuk egyébként nekem nem annyira tetszik, nem hiszem, hogy ebbe a bele beleillik, de egyébként szerintem teljesen jó. Ha már az üvegbe egy kicsit belementem az előbb, akkor ugye azt, azt azért még elmondanám róla, hogy ugye ez elvileg azt mondtam, hogy a hardlex ez hasonló, tehát hogy ez valami keményített üveg, de nincs rajta semmilyen tükröződés gátló réteg, vagy valami ilyesmi, és véletlenül sem zafír. Viszont majd lehet, hogy ezt szereltetem zafírra, lehet, hogy majd csinálunk egy ilyet, hogy így, ú, csináltassuk meg, rendelek hozzá üveget, elviszünk óráshoz, és megnézzük, hogy hogy is néz ki egy ilyen. Ebben még nem vagyunk biztos, de van egy ilyen kis dolgom, hogy mi lenne, hogyha felfejlesztenénk ezt az órát, és akkor gyakorlatilag van egy, van egy Zafira szeret Mékó kettünk, tehát egy szinte 3 hármunk. A régihez képest a frissített verkben azért egy dolog nem változott, pedig a pontossága. Ugye a, a gyárban összerakott, tehát kézzel nem regulált e, verkeknek mindig az a rákfenéje, hogy így a, a pontosságot azt úgy távolról ismerik, és akkor képesek napi 10 és 25 másodperc közötti késéseket produkálni, így önmagában, és akkor így sokszor úgy gondolja az ember, hogy úh hát, hogy itt így valami mágneseződés van, vagy én nem is tudom, de hogy az óra rengeteget késik, vagy siet, ugye a koreai szakazon által inkább sietni szoktak, de egyébként, hogyha valaki ez zavar, ez lehet tudja vinni óráshoz, és akkor be tudja állítani, tudja regulálni a szerkezetet, és akkor be tud állni ilyen napi néhány másodperces dologra. Nálam olyan 10 másodperceket szokott eltérni a modelltől a referenciaként használt kvarc órától, amihez mindig mérem hozzá, hogy a többi mennyire pontos, és a kvarc órát pedig nyilván állítom mondjuk időnként, hogyha úgy gondolom, de egyébként általában nem szokott szükség lenni rá a valamilyen online elérhető, nagyon pontos, nagyon óra akkor akármiről, ugye a kfk nek van a saját órája, amiről lehet eltenni, és arra állítok át a szerveridőt, és ahhoz szoktam így általában állítani ezeket a dolgokat, de hogy igen, hogy a, az automata óráknak van egyfajta sajátosság, hogy nem a legpontosabbak, és nyilván ilyen, ilyen rögtön, ha kézbe kapod, és jó, hogy nagyon pontos legyen, olyat nyilván a, a felső kategóriában tudnak főleg a, a szerkezetek. Na jó, sokat pofáztam már, fordítsuk meg, és nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy egyébként milyen is ő felsége. Na hát a szép, hát szumburstnek hívott effekt a számlapján. Egyébként ez tök jó, én imádom az ilyet így minden számlapon. Ugye a Tiszót mutattam, hogy neki tök matt a számlapja, de most ez teljesen nem. És ugye itt csillog rajta minden, ami, ami igazából csillogat kivéve ugye nyilván a a fehér részek, amiket meg a fény visszaverő vagy fluoreszkáló festék van benne. A lünettel egyébként egészen szép hangja van. Tehát így. Természetesen ugye csak egy irányba forog, ahogy az általában a Ugye a GMT-k szoktak általában két irányba forogni, ez természetesen csak egy irány másik irányba hiába, és egyébként tök könnyű a tekerése. Van, láttam én már olyan órát, aminek szorult a funkciógyűrűje. Szerencsére itt nincs erről szó, úgyhogy ennek nagyon örülök. Az, hogy a másodperc mutatónak ilyen kis piros vége van, ez nekem kimondottan tetszik, ugye kelt egyfajta erős kontrasztot ugye a kék számlappal, kapcsolatban, vagy szemben, és ugye ez harmonizál az Orient logójával, amiben szintén van egy kis piros, úgyhogy ez így, ez így kimondottan, nekem kimondottan tetszik. Az amerikai modelleknek a mutatói sokkal nyílszerűbbek, ez is a, az amerikai modellnek az egyik sajátossága, ugye ez a világon mindenhol kapható verzió, úgyhogy ezen nincs ilyesmi. Amit nem vártam tőle, hogy Ugye a szemeknek a kialakítása az egyébként tök jó, tehát hogy ezek ugye picit már látszik, hogy sikerült őket karcolnom, mert hogy ezért ez most a mindennapi órán már hónapok óta, úgyhogy megvettem elég, elég régen már, hogy így tudjak referálni róla. Ugye teliek a szemek, ami a, és egyébként ez a, a, a fame az egyébként tök jó, tehát egy tök jó érzés visel, nincs meg, a, nincs meg az az olcsó érzés az embernek, hanem olyan, mintha egy rendes becsületes szíjat, fame viselne az ember. Az egyetlen problémám az nyilván a a kapott csal van, hogy ezt így sosem szerettem. Tehát, hogy ez csak így egy ilyen, egy ilyen benyomható bizé és akkor így rá lehet tenni, és ez így nem nem tetszik. Tehát, hogy ez, ez a része, ez nem. Ennél még szerintem a pillangócsat is egy fokkal jobb, vagy nem tudom, de hogy ezt, ezt, hogy így egy ponton csukódik, ezt így annyira nem szeretem. Nyilván ezért találták ki ezt rá, hogy, hogy legyen még ez a, a plusz kapocs a, a szízárásához, de hát ez így azért ez az egy része szerintem karcsú. Ha már így az órának a gyengerészségéről beszélünk, akkor még egy. Ugye, hogy a, a, záró szem, amivel csatlakozik az órához, az nem teli, hanem csak kampós, tehát egy ilyen holó and linknek hívja ugye az angol szakirodalom. Hát ez sajnos ilyen, tehát hogy ebből valahol spórolni kellett az órán, és a, a két ilyen dolog is valami lehet spórolni, hát ez mind a kettő az volt. És ugye nem tartalmaz semmi hasonlót, mint mondjuk a, a ennek a glide lock ja tehát hogy itt így gyakorlatilag miután ez be van állítva, tehát nincs már állítási lehetőség. A, ezek, a, ezek itt rajta nyilván csak arra valók, hogy e, még utólag állítsunk, hogyha méretre állítottuk, ha kivettünk szemeket, hogy mégis e, mégis így finom hangoljuk, hogy mennyire e, akarjuk beállítani. Így látjátok, hogy itt nálam így középen van hogy így használatban úgy állítottam, mert nekem így a legkényelmesebb, de hogy miután így be van zárva, így nincs semmi lehetőség arra, hogy így tágítsunk rajta, vagy, vagy valami ilyesmi, mint mondjuk a, mint mondjuk a hogy valójában ilyen búvár kiegészítés legyen rajta, hogyha esetleg ruhán kívülre akarjuk fölvenni, meg ilyesmi. Ettől függetlenül a vízállósága az 200 méter, tehát ez nem csak látszólagos, hanem egyébként valódi. Valódi vízállóság, többször úsztam benne, buvárkodok, nem buvárkodok, úgyhogy erre nem tudok referálni, de számtalan alkalommal úsztam. Nyilván ez egy nehéz óra, ugye ennek a súlya ilyen 150 gram fölött van, tehát nem egy ilyen kis könnyű, mint mondjuk a, a Tiszó, ami ugye maga is 40 g-jával, de hát ugye nyilván automata szerkezet, aminek van ilyen 40 órá járás tartaléka, teljesen felhúzott állapotban, tehát azért, és azt hiszem eddig egyetlen egyszer hagytam csak így, így magára szegényt, amikor így eltűnt a járás tartalék belőle, és így megállt, de általában ezt azért elég gyakran szoktam hordani, vagy felhúzni, vagy valami. Ez is tök jó benne, hogy lehet koronáról húzni, nem csak a, a kézmozgásunknak az automatikája, rá van bízva az, hogy ez az óra teljesen föl legyen húzva, úgyhogy ez nyilván nem egy extra, különösen extra dolog, de hát ismerünk olyan klasszikus és mondhatni ikonikus órákat, amiben ez a dolog ez egyáltalán nincs meg, hogy koronáról lehessen húzni. Egy kicsit mondom, sajnálom azt, hogy nem Zafir viszont a hónapok használata alatt nem sikerült egy egyébként megkarcolni, pedig gyakorlatilag napi használatú órának tartom, tehát hogy én ezt arra használom, hogy így minden nap elkísér munkába, meg úszni, meg minden ilyesmi dolognál, uh, hogyha valamit intézek, nem tudom én, így szereléseket, vagy ilyesmit, akkor általában nem szoktam levenni, úgyhogy uh, ez az óra, ez gyakorlatilag eléggé használva van, nem mondom, egy-két helyen, tehát mit tudom én, látszanak ilyen kis karcolások a, a fém itt ott látszik is, de hogy ezt leszámítva, az óra egyébként teljesen jól funkcionál és jól működik, és igazából a szíjat hamarabb sikerült megkarcolnom, mint mondjuk az üveglapot, ami azért szerintem magában érdekes. Amit picit hiányolok, hogy de nyilván ebben az árkaliberben nem szokás, hogy nincsenek ilyen, ilyen okos dolgok rajta, mármint nyilván nem, nem okos óráról beszélek, hanem hogy nézzétek, itt ugye teljesen fényes van polírozva, a a fülek pedig gyakorlatilag ilyen szálcsiszoltra vannak kvázi kefélve, de nincs köztük ez a, a kis átmenet. Ugye vannak olyan, olyan órák, ahol erre direkt figyelni szoktak, és akkor szoktak valamilyen kis köztes, kis akármit, és kis, kis finom hát na most ilyen, ilyen finom megoldásokra az ember nem számít, de hát nyilván más kategóriáról beszélünk, tehát hogy azok az órák valószínűleg ilyen néhány nullával többe kerülnek, mint egyébként ez, ahol ez mondjuk elvárás, hogy legyenek ilyenek. Ugyanakkor én teljesen elégedett vagyok egyébként ezzel az órával, és nem tudok rá, ha ezeken kívül, amit mondtam, hogy némi kritikám van vele, de rosszat nem tudok mondani. A funkciógyűrűnek a berakása, tehát a lünettának a berakása, az itt alumínium, hogyha már itt negatívumokról van szó, e, hát elbírná a kerámiát, a, legalábbis a lelkem biztos. Nagyon látszik rajta, hogy ez így, hogy ez is semmi, tehát hogy az hogy így, gyakorlatilag ezt is szét lehetne szerintem tudom, kaparni, vagy valamit, tehát hogy ez így ez így ilyen, nem tudom, ez, ez a része, ez szerintem nem. Uh, jó, nyilván nem mindig ez jut eszembe, amikor nézem, hogy hú, ez csak egy kis alumínium szar, de ettől még el tudnám viselni. Lehet, hogy majd egyébként léteznek. Uh, még ahhoz is különböző modok, úgyhogy lehetséges, hogy valami, valami kerámiás berakást fogok majd nézni hozzá, hát ha fel tudom dobni egy kicsit ezzel az órát. És akkor még néhány technikai adattal adós maradta a végére. A, az órának az átmérője, a, magának a toknak 41,5 mm, ez ugye szokásos, tehát ez nem tér el, gyakorlatilag 2004 óta mióta megjelent a modell, a teljes órának a hossza, tehát gyakorlatilag fültől fülig, az 47 mm, a legszélesebb részen 22 a színak a szélessége, és a vastagsága pedig 13 mm, egy picit több, azt hiszem 13,5 mm. De egyébként nem tűnik annyira vastagnak nekem. Egyébként engem általában zavarni szoktak a nagyon vastag órák, de én ezzel tökre el vagyok. Sikerült valamikor rendelni egy, egy, nagyon olcsó mechanikus kínai órát, és azon viccelődtem, hogy vastagabb, mint a notebookom, de egyelőre most ezt nem lövöm le ezt a point, ezt majd legközelebb megmutatom így lezárásképpen szerintem beszéljünk még az órának az áráról. 65 000 forint környékétől már meg lehet jelenleg venni, most amikor a videó készül. A Meiko 3, tehát a Zafirral szerelt verziót az 87 8 ezer forintot, tehát gyakorlatilag olyan 25 ezer forint különbség van a kettő között. A kérdés, hogy megére ennyit a Zafir üveg, nem biztos, attól függ, mondom, nekem hónapok alatt nem sikerült felsőért nem és megkarcon ezt a keményített ásványi üveget, hogy lehetséges, hogy egyébként ennyi sok hűhó semmilyen nem ér meg, de hát ezt majd az idő fogja igazolni. Ez egy ilyen jó strapabíró óra, úgyhogy szerintem, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez sok évi kiszolgálja, lehetséges, hogy megéri rá költeni azt a néhány ezer forint plusz azért, hogy egyébként megkapja ugyanezt, mint ami ebben az órában van, csak zafi De mondom, lehet, hogy egy, majd csinálunk róla egy ilyen videót, hogy és hogyan lehet zafi üveget egy órába. Szerintem ez egy érdekes tartalom lenne, úgyhogy lehetséges, hogy ezt meg fogjuk majd tenni. annyit szerettem volna most nektek erről a csodálatos Orient Mékóról, vagy Réről, vagy én nem is tudom, hogy valójában ezt hogy kell nevezni, de maradjunk csak egyben, hogy Mékó 2-ről, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!